amennyire itt lehet látni a háta mögött, illetve hát most pont azt lehet látni, hogy nem jön autó, de itt az Alkotás utcán még folyamatos a forgalom, tehát itt még nem zártak a rendőrök, viszont Csörsz utcát már mindkét irányban lezárták, tehát lekanyarodni a mellékutcákra már nem lehet. Ez a rendőrök szerint azt jelenti, hogy a végéhez közeledik a kiürítés. Ők úgy számolnak, hogy nagyjából 10 óra 4-11 körülre az utolsó ember is elhagyja majd a lezárt területet, ugye itt a Mokpark környékén, és akkor viszont a rendőrség teljes mértékben lezárja ezt az útszakaszt is, innentől kezdve seki sebe nem közlekedhet majd ezen a területen. Egyelőre még a tömegközlekedési eszközök is járnak, bár ugye a villamosokról, buszokról leszállni ezen a területen már nem lehet, csak felszállni ezekre a járművekre, amelyek, hogyha megtörténik a teljes hatósági zárás, akkor viszont terelt útvonalon fognak közlekedni, tehát nem is érdemes arra próbálkozni, hogy valaki esetleg itt át fog tudni majd menni. Néhány perccel ezelőtt egyébként a tűzszerész kollégák megmutatták nekünk azt a területet itt a sportcsarnokon belül, ahol ezek a robbanó testek vannak. A két inkriminált robbanó testből, amit majd most fognak hatástalanítani a délelőtt folyamán, azt a 100 kilós szovjet romboló gránátot lehetett közelről megnézni, amelyik valamennyire kilátszik a földből. Az 50 kilós légibomba társa ugyanis még jelen pillanatban is a föld alatt van, tehát azt egyelőre nem lehetett látni. A tűzszerészek parancsnoka azt mondta híradón kérdésére, hogy körülbelül egy másfél-két órával számolnak, mire ezt a hatástalanítást sikerül majd elvégezniük. Egyébként ez állítólag nem egy nagyon bonyolult művelet, sőt a tűzszerészek szempontjából rutin műveletnek számít, ugyanezek az eszközök körülbelül 75 éve fekszenek a földbe. Elég rozsdásak, elég rossz állapotban vannak, de a gyújtószerkezete általában mindegyiknek kiszámíthatatlan és valamennyire veszélyes is. Tehát ez azt mondják, hogy nekik nem okozhat különösebben problémát, de azért ez egy berozsdásodott gyújtószerkezettel szemben ők is óvatosak, ezért is kell ennyi idő arra, hogy a hatástalanítást azt tökéletesen elvégezhessék. És ez indokolja azt is, hogy ekkora területet kell zárni, mert hogyha ne adj Isten bármi baj történik, akkor ugye ez viszonylag széles határon tud szórni ez a bomba, tehát nem maga a robbanás az, ami a tűzszerészek szerint veszélyes, hanem a légnyomás, ami keletkezhet egy esetleges robbanás során, ami hát betörheti az ablakokat, vagy repeszek szóródhatnak, és ettől sérülhetnek meg emberek. Egyébként most megpróbálom önöknek megmutatni, hogy nagyjából mekkora lehet ez a 100 kilós robbanó test, amit találtak a földben. Hát mint ahogy a horgászok szokták mutatni, hogy mekkora halat fogtam, tehát ez körülbelül ekkora, és hát elég széles, nem néz ki túl bizalomgerjesztően egyébként. Néhány perc múlva nekünk is el kell hagynunk ezt a helyszínt, ahonnan most még be tudtunk jelentkezni. Mi is most már csak egyféle útvonalon mehetünk majd vissza az autónkhoz, és akkor a következő két-két és fél órában valószínűleg a területre nem jöhet. Úgyhogy el fogunk menni, megnézzük az Erzsébet híd környékét, illetve az M1-M híd bevezetőjét, hogy mekkora fennakadásokat okozott most, ugye már a reggeli csúcsforgalmon túl vagyunk, de hogy mekkora fennakadást okozhatott a forgalomban az, hogy most ugye ekkora területet lezártak.